A Lénauház a magyarországi németek dél-magyarországi régiós kulturális központja, valamint a német nyelv és kultúra közvetítője. Az Egyesület 1985. októberében alakult, és Magyarországon az első független német szervezet volt a II. Világháború után. Az épületet tavaly kezdték el felújítani, és most adták át hivatalosan, korszerű külsővel és belsővel. Ezt a terhet, ezt az Országos Német Önkormányzat vállalta magára, és azáltal, hogy ők egy jelentős összeggel a miniszterelnökség támogatásával ezt fel tudták újítani, ezáltal a tulajdon viszonyok is megváltoztak. Tehát, hogy volt egy szerződés, ezt egyébként a Lénau Egyesület tagsága megszavazta, hogy a tulajdonjog az az Országos Német Önkormányzathoz került, viszont az kvázi üzemeltető továbbra is a Lénau Egyesület lesz. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a beszédében is kiemelte a nemzetiségi identitás életben tartásának fontosságát. Az ilyen felújítások nagyban hozzájárulnak az adott közösség megerősítéséhez, mivel helyszínt biztosítanak különböző programoknak, rendezvényeknek. Ha visszatekintünk az elmúlt évszázadokra, akkor lehet látni azt, hogy a német közösség Magyarországon mennyi mindent épített, kultúrájával mennyire gazdagította ezt az országot és nemzetet, és hozzáteszem, hogy vallásában, hitében is mennyire megőrizte azt, amire olyan nagy szüksége van a mostani Európának is, és Magyarországnak is. És amikor egy ilyen beruházást támogatunk, tulajdonképp ezt a törekvést becsüljük meg és köszönjük meg. A Lénau ház most már több főt is képes elszállás, és konferenciatermeket is biztosít igény szerint. Az Egyesület mellett többek között a Pécsi Német Önkormányzat regionális irodája is itt székel.